Kedves nézőink, két alapvető karaktere az előadásnak, ugye a Sweeney Todd és Turpin Bíró nem szólalt meg az interjúkban, és ez szándékos, hiszen ők itt vannak velem a stúdióban, Viola Gábor, illetve Bíró József. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mi is köszönjük. Mi köszönjük. Jön Sweeney Todd, eljött, itt van, és gyakorlatilag az volt az elképzelés, és azért hívtalak meg együtt titeket, hiszen valahogy az egyik karakter generálja a másikat. Tehát, hogyha nem volna Turpin Bíró, aki nem követett volna el bizonyos dolgokat, akkor nem volna Sweeney Todd sem. Tehát a két ember össze van kötve, ha akarják, ha nem. Hogyan bontottátok ki ezeket a jellemeket a rendezővel való munkában? És kezdjük Turpin Bíróval, mert először volt ő, és utána Sweeney Todd. Inkább úgy szeretném kezdeni, hogy próbák folyamán mi történik a párbeszéd után a színész és a rendező között. Tehát mindazok az információk, amiket egy rendező közöl a színésszel, magáról a figuráról, magáról a jellemről és a színpadi helyzetről, én azt mennyire tudom magamévá tenni, és mennyire tudom építő jellegűleg felhasználni a munkám során. Én 15 éve dolgozom már Drágos Gárgocióval, tehát én a munka stílusát, vagy rendezői stílusát én már valahol ismerem, és mindig az volt számomra lenyűgöző, és az a fantasztikus dolog, hogy mindig egy új dolgot tud belőlem kihozni, egy olyan formai egységet találunk, ami eddig nem történt meg a munkám során, se az ő munkája során, és ez mindig kihívás. Tehát ez a szó, hogy a párbeszéd után mi történik, ezt valahol George Bano mondta egy beszélgetés kapcsán színészekkel, és ez nekem úgy megmaradt, hogy tényleg mit jelent az, hogy két ember tud kommunikálni, és egy párbeszédből tulajdonképpen milyen művészi érték születhet. A művészi értéke ennek az előadásnak kétségtelen, ezt megállapították a kritikusok, már olvastam egy-két írást abból, ami megszületett a bemutató után. Arra szeretnék rákérdezni, hogy hogyan érzitek magatokat a zenés színházban. Ugye azt szokták mondani, hogy színház csak egy van, mindegy, hogy drámai, mindegy, hogy zenés színház, de azért ebben az esetben nem annyira mindegy, hiszen óriási próba előtt álltatok. Gábor, elsősorban te, hiszen végig kellett énekelned az előadást. Én is azt gondolom, hogy végsősorban a színház egy van. Az, hogy akárcsak mindenféle tudomány alágazatokra bomlik a dolog, erről nem tehetünk, vagy részben tehetünk, de végsősorban a színház az mindenfajta közlés lehetősége. Így hát itt egy picit visszanyertük azt az ősrégi színházi formát, amit valamikor elveszítünk. Tehát, hogy egyszerre, vagy egy azon időben, vagy azt az időt felbontva különféle kifejezési eszközöket használunk. Talán nem történt meg annyira a tánc, de mégis a szereplők mozgatása az mégiscsak hozott egy olyan formát, a formába illő volt, hogy az akár kimeríthette a színpadi mozgás, vagy a színészet, az elemek mozgatását. Te azt mondod, hogy visszatértettek az eredethez, ugye, hiszen valamikor ugye a zene, a tánc és a szövegmondás az egy volt az ó görög színpadokon.
csak hogy a mai gyakorlat az mást mutat, tehát ez a visszatérés mennyire volt nehéz, erre vagyok kíváncsi, mennyire találtátok fel magatokat Az volt a kiinduló pont, ugye mivel ez egy zenés műfaj, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy modern opera, nehézségéről nem beszélek, hanem az volt a kiinduló pont a munka kapcsán, hogy találjuk meg az énekszámoknak a motivációját. Tehát mi az, miért kezd el valaki énekelni a színpadon. És a drámai helyzetet azt szolgálja a zene. Tehát ennek a két dolognak a kombinációja, mondhatom úgy, hogy a különlegessége ennek az előadásnak. Tehát az, hogy a zene nem csak létezik, mint maga forma, hanem a drámai helyzetet szolgálja, és azt próbáltuk meg kibontani, hogy ez miről szól. Nagyon érdekes az, hogy gyakorlatilag, amikor bárki elolvassa azt, hogy miről szól a cselekménye a Sweeney Toddnak, azt hiszi, hogy Turpin bíró, ugye, az eredendő rossz, a bűnös, aki elcsábítja Benjamin Barkernak a feleségét, utána megkívánja a lányát, ezáltal hozza életre azt az alakot, amelyet aztán Benjamin Barker megtestesít, Sweeney Toddot, aki a kivégzésekben éli ki a bosszú vágyát. De amikor végignézzük, ugye, az előadást, akkor kiderül, hogy a rossz az nem is olyan rossz, illetve a jó az nem is olyan jó. Ezzel hogy szembesültetek? Hát ez egy szándék volt, hiszen Gálgoczi már a próbák kezdetén elmondta, hogy ő különbségként éli meg, és a drámát, illetve a tragédiát, és ezt egy bizonyos értelemben tragédiaként fogja kezelni. A tragédiában, ahol a mindenkinek igaza van, csak éppen tragikus kimenetelű a történet. Tehát, hogy nekünk arra kellett törekedni, hogy megtaláljuk mindenkinek a meglelhető igazát. Ebben a műfajban érdekesség az, ugye, hogy általában elég egyszerű témákat dolgoznak fel, a jó az jó, a rossz az rossz, a szerelmes az szerelmes, a féltékeny az féltékeny, és ezt próbáltuk meg valahol kis komplexebbé tenni, tehát hogy ne legyen mindenki egyértelműen rossz, egyértelműen jó. És mivel a rendező a munka folyamán próbálta érzékeltetni azt, hogy ennek a történetnek mitológiai mélysége van, és hogy ezek az embereket mi mozgatja, az tulajdonképpen az igazság utáni vágyakozás, a lázadás, és a tisztaság utáni vágy. Tehát egy ember nem csak arról szól, hogy megkíván egy testet, hanem a tisztaságot kívánja meg, és ez valahol más szintre is emeli ezt a figurát. Én tulajdonképpen, ugye ez egy ária eredetileg, én ezt prózában mondom el, én úgy fogalmaztam meg magamban, hogy ez egy panaszmonológ. Panaszmonológ olyan értelemben, hogy van egy ember, aki pereskedik Istennel, és a tisztaság után vágyik. Ugye megtudjuk a történetet, még mielőtt Turpin bíró megszólalhatna, megtudjuk a történetet, hogy mi előzte meg az egészet, hogyan vitték el Benjamin Barkert, hogyan szakította el a feleségét és a gyerekét Turpin bíró a férjtől, és akkor elrabolja, amikor a gyereket, igen, elrabolja, ő neveli 15 évig, igen, és amikor megszólal Turpin bíró, akkor azt halljuk, az az első szava, hogy mea culpa. Igen. És akkor innentől kezdődően olyan nagyon furcsa kettős érzés
dolgozik a nézőben, mert nem tudja eldönteni, hogy ki az, aki rossz, vagy ki az, aki rosszabb, vagy egyáltalán így kell-e keresni a rosszat. Hát ez, csak azt tudom mondani, amit Gábor is mondott, hogy tehát a mitológiai értelemben és a tragédia értelmében senki sem egyértelműen jó, senki sem egyértelműen rossz, csak a vég az, ami rossz. Tehát ezek a hősök elbuknak, de a tragédiájuk köszönhetően. Nehéz volt-e a próba folyamat, az éneklésnek a megtanulása, énekelve előadni valamit folyamatosan? Természetesen nehéz volt. Az egyik oka nem csak az anyag, amihez nyúltunk, a másik oka az is volt, hogy Drágos próbált sűríteni, ezáltal elég számottevő anyagot vett ki belőle, tehát kihagytunk részeket. Azért, hogy ez a vonal, a színpadi jelenlét, a színpadi akció erősebb legyen. Tehát, hogyha az ember mondjuk párhuzamba helyezni ezt az előadást korábbi előadásokkal, mondjuk a magyarországiakkal, vagy még a Broadway-i előadással, akkor érzékeli a különbséget, hogy ez egy teljesen más színházi forma. Mit értesz ez alatt, hogy teljesen más színházi forma? Gondolom, hogy megnéztétek a filmet, mielőtt ez elkezdődött volna a próba folyamat, vagy esetleg közben is, ugye a Tim Burton filmjét, hogy csak a legutóbbi megfilmesítést említsem, s lehet láttatok más produkciókat is. Miben különbözik ez? Hát elsősorban azáltal, hogy ez színpadi előadás, tehát élő előadás, nem film. Másodszorban pedig a kor, tehát ezeket az előadásokat létrehozták, az azért 79-80-as évek, tehát azóta eltelt 30 év. Tehát, hogy már megváltozott a vizuális igénye az embereknek. Nem lehet már például kis, tehát nem lehet úgy előadni valamit, hogy én borotválok közben. Mert az túl pici, túl kevés ahhoz, hogy valamilyen komplexebb vizuális világot kellene teremteni. Azon kívül meg uralkodik most egy új irányzat, mind a filmművészetben, mind pedig ebben a műfajban, amit úgy hívnak, hogy posztromantika. Tehát ezek a Johnny Depp féle kalóz filmeket tudom mondani példának, ugye van egy romantikus vonala, amire az emberek mostanában nyitottabbak. És ebben az előadásban érzékelhető ez az irány, már a kosztümökben, a jelenetek felépítésében, tehát nem csak arról van szó, hogy ketten jönnek, énekelnek, hanem van egy képi megfogalmazása is ennek. Itten a dolognak. Erre a képi megfogalmazásra szerettem volna rákérdezni. Ugye Gálgócz mindig mondja, hogy nagyon szereti a festőiséget, és most, ahogy nézem a képernyőt, látom, hogy éppen az a kép, ami ott van, az is nagyon festői, és emiatt nagyon jól sikerült az összes fotó, amit fényképeztek az előadásról, mert abszolút mindegyik mozzanata nagyon-nagyon-nagyon képzőművészeti. Tehát egy képzőművészeti értékkel bír. Én ezt úgy nevezném, hogy kompozíció. Minden kép meg van komponálva. És ez színészileg mit jelentett, hogy beálljatok abba a bizonyos pozícióba, hogy ott maradjatok? Hát minthogyha levolnának lassulva a mozdulatok, minthogyha a legkisebb karnyújtás is az egy, tehát másképp működne, mint egy idézőjelesen normál drámai előadásban. Tulajdonképpen erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy a 82-es előadás egy picit úgy mondhatni, úgyhogy realisztikus volt, ez pedig egy testtel részt venni egy olyan képben, ami kontrollált. Tehát nekünk el kellett fogadnunk egy nyelvet menet közben. Nem volt mindig könnyű, hiszen az ember igényelt volna sok mindent, de hát meg kellett érteni azt, hogy ez a kép már nem fogad el bizonyos dolgokat, vagy esetleg hiányzik valami belőle, és akkor azt megtalálni, hogy mi az.
Nagyon érdekes az előadásnak a világítása. Ugye nem csak az oldalfényeket használja, hanem a régi színházi világból, tehát a 14. Lajos korabeli Molière féle színházi világból a proszcénium, tehát a színpad elején lévő fényforrást is azt többször. Láttam, hogy igen, oda hát el volt helyezve egy világítósor. Az a Molière féle színházból jön tulajdonképpen, amikor a színész kiáll a Rivalda elé, és alulról van megvilágítva, teljesen más hatás, mint az oldalfényekből kapna hangsúlyt bizonyos jelenetekben. Ezeket meg kell szokni, és kell élni vele, hogy ez tulajdonképpen más attitűdöt, más hozzáállást is igényel bizonyos dolgokhoz. Tehát kell tudni, hogy ezekben a jelenetekben mi az, ami dominál, és mit kell visszafogni. Tehát más stílus, más játék stílust is igényel. Valószínű, hogy néha le kellett volna menni próba közben is megnézni, hogy a kolléga hogy néz ki egy ilyen világításba, és akkor több információt kap az ember arról is, hogy akkor ő ezt hogy használja fel. Hát meg az energia, energetikája, tehát hogyha az embernek van lehetősége arról, sok mindent csináljon, akkor másként gondolkodik, ha pedig egy adott gesztusban belesűríthető az a sok energia, akkor az meg megint más lehetőséggel. És itt pedig ez az utolsó dominál, hogy a jelenlét az mondjuk minden adásban, de itt kimondottan nagyon fontos, másképp nem él meg. Hát én remélem, hogy nagy sikere lesz továbbra is ennek az előadásnak, és nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtatok a stúdióba, és elbeszélgethettünk. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük, és reméljük ugyanezt.